Jégkorong csapatunk magyar válogatott nagyágyúval erősített, ugyanis nálunk folytatja a pályafutását a két elit világbajnokságot is megjárt százszoros válogatott támadó Nagy Gergő. Szeretném megköszönni a vezetésnek és a Ferencvárosnak, hogy lehetőséget ad nekem itt Magyarországon, és ugye a legnagyobb klubba kerülhetek, ami külön öröm számomra, hiszen régóta Fradi szurkoló vagyok, ugye ez nem is volt titok, sokan tudják ezt. Amint ez a mez rajtam lesz, akkor megalkuvás nem tűrően fogok játszani, és minden szenvedélyemet bele fogom rakni, ami benne van, és a legtöbb rutinommal, amit itt az évek során összegyűjtöttem, azt próbálom átadni majd a fiataloknak, és segíteni őket, és tényleg a címerhez méltóan játszani. Új csatárunk korábban megfordult többek között a Fehérvárnál, játszott Miskolcon és a MAC Budapestnél, de szerepelt Ausztriában és az Egyesült Államokban is. Nyilván minden kisrác az NHL-be szeretne játszani. Sajnos nekem ez nem adatott meg, csak az előszoba jutott, idézőjelben csak, de azt gondolom, hogyha így visszatekintek az elmúlt pár évemre, akkor tulajdonképpen lehetek elégedett is, meg nem is. Voltak keserűbb pillanatok, amit nehezebben dolgoz fel az ember. De most itt a Fradiban, ugye a jégkorongnál is úgy néz ki, hogy új időszámítás kezdődik, és megpróbálunk a régi idők sikereiből valamit visszacsempészni. Gergő szerint a legfontosabb, hogy a Fradiban ismét élmény legyen jégkorong mérkőzésre járni, ezért pedig mindent megtesznek majd a jégen. Lépésről lépésre kell haladnunk, nem szabad túl nagy célokat kitűznünk, azt gondolom itt az első évben. A lényeg, hogy stabil, szerethető, fiatal és az utolsó percig küzdő csapat legyünk. Ugye először be kell jutni a rájátszásba, és ott majd hogyan tudunk muzsikálni. Ez nyilván majd rajtunk fog múlni, és ott bármi megtörténhet. Számítunk a szurkolókra. Természetesen szeretnénk, hogyha egyre többen látogatnának ki majd a Pest Erzsébeti jégpályára. Ugye ez is a cél, hogy visszahozni a hokilázat a Ferencvárosba, úgyhogy túl nagy célok szerintem itt az első évben nem kell nagyon így belemerülnünk. Nyilván, hogy az elején is mondtam, én személy szerint nekem az a célom, hogy megnyerjük a bajnokságot. Nagy Gergő érkezésével hoki csapatunk már 16 új játékossal erősített a következő szezonra. Gyerünk!